Rengetegen ellátogattak a majusi sportpályára, ugyanis egy év kihagyás után újra megrendezték a gyereknapot a településen. A nap során színes programokkal készültek a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A rendezvény talán egyik legnépszerűbb része a cukorka ágyú volt. Az úgynevezett cukorka ágyú nevű program történik most jelen pillanatban, amit a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a segítségével, meg más bonyhádi vállalkozóknak a technikai eszközeivel lett összerakva, és ez egy cső sűrített levegővel kilövi a cukorkát, és a gyerekek nagy örömmel itt gyűjtik meg a szülők itt a fűből. A mai rendezvény úgy gondolom, hogy a hagyománynak megfelelően nagyon szuperül sikerült, hála az időjárásnak, hála Isten a szervezőknek, hála Isten a sok támogatónak, és hála Istennek, hogy két év után újra meg lehetett rendezni ezt a rendezvényt, ami ugye nagy hagyományokkal bír itt Majoson ez a gyereknap, ugye ez a 90-es évek elejétől folyamatosan volt eddig ez a rendezvény, a két év Covid sajnos az úgymond áthúzta a számítást, de idén úgy gondolom mindenki örül, hogy meg lehetett rendezni ezt a rendezvényt a hagyományoknak megfelelő színvonalon. Volt buboréksó, élő csocsó, arcfestés, népi fajátékok és mászófal is a gyerekek rendelkezésére állt. Ez a cukorágyú után az Alma Együttesnek lesz a koncertje. Folyamatosan vannak itt ügyességi versenyek, a gyerekeknek több ugye ugrálóvár, mászófal áll rendelkezésre, csillámtetkó, arcfestés, különböző ügyességi feladatok. Nemrég fejeződött be a habparti, amit ugyanúgy a Tűzoltó Egyesület segítségével tudtak ugye megvalósítani itt a rendezők, és én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelő játékot, elfoglaltságot egész délutánra, és a rendezvény egy tábortűzzel fog majd este zárulni, és ha még marad cukorka, akkor nagy valószínűséggel lesz még egy cukorka eső még, amit a szokás szerint a megmaradt összes cukorkát, édességet, nyalókát ki fognak szórni majd a gyerekeknek majd a tűzoltó fiúk. Már a föld bolygó, nincs más, ami fent a zöld forgás. Nincs hajtás, ez az új visszjárás. Zöld forgó, világba bolyogó, csak te rád vár, már a föld bolygó. Továbbá vetélkedőkkel, illetve kézműves foglalkozásokkal, sőt színpadi gyerekműsorral is szórakoztatták a kicsiket, akik körében a mindig népszerű cukorkaágyú és habparti, illetve ugrálóvár aratta a legnagyobb sikert. Kaptam arcfestést, és volt olyan, hogy van egy pohár, és azt végig kell fújni, és utána pedig aki nyert, az kapott egy ilyen kupont. Lufit kértem, és még ugrálóvárostam, mert azt a kettőt kipróbáltam. Az beszélés. Egy ilyen szivárvány, és ilyen csillagok vannak. Ha partiztam, fermáztam a mászófalra, és voltam ugráról várazni. Vagyizunk, és utána még egyszer pár mászok egy mászóra. Jó, a gyerekek örvendeznek, szeretik, vidámak, és ez kell a fiatalságnak. És nagyon, nagyon boldogok, ahogy látom meg mindenki, és minden, tényleg minden szülő is. Nagyon köszönjük a polgármester asszonynak, és hogy ilyen szép ajándéka meglepte ez a gyerek napi alkalmából.